A Nemzetközi Diabéteses Társaság a világ több mint 130 országában minden év november 14-én ünnepli meg a cukorbetegek világnapját. Annak apropóján, hogy éppen ezen a napon született meg Frederick Banting, az inzulin felfedezője. Az eseményhez csatlakozva immáron 15. alkalommal tartotta meg kerületi rendezvényét a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A program meghonosításának időszakára Illés Jánosné, a helyi szervezet elnöke tekintett vissza. 2007-ben volt az első, azt még az elődöm szervezte, tehát én igaziból átvettem ezt a hagyományt, és folytattuk, de ő találta ki, hogy csináljunk egy ilyet. Gondolom, hogy a többi vidéki, meg budapesti egyesület kapcsán indult ez a dolog, és bevált. Mindig izgulunk, hogy jönnek elregen, de mindig eljönnek sokan. Most is féltünk az esős idő miatt, de itt vannak. Nagy létszámmal játszották a Romikop társas játékot, mindig volt vendég a mérőhelyeken, a tanácsadóasztaloknál. A programok keretében egy úgynevezett szenior örömtánc bemutatót láthattak a megjelentek, akik emellett különféle ingyenesen igénybe vehető szűréseken vércukor, vérnyomás, koleszterin, véroxigén, valamint húgsav mérésen is részt vehettek. Az egybegyűltekkel elsőként Horváth Tamás polgármester osztotta meg gondolatait. Mint elmondta, igen jelentős az a munka, amelyet a mindennapok során végez a Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület, hiszen rá irányítja a figyelmet arra, hogy a megelőzés az egyik legfontosabb, amit megtehetünk egészségünk megőrzésének érdekében. Már előre oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy hogy élünk, miként táplálkozunk, és mennyire vigyázunk magunkra. Itt a mai nap sok minden olyan szűrés volt, amiből kiderülhet, hogy mi rendben vagyunk, vagy nem, de akár azt a példát is mondhatnám, hogy a mozgás is milyen fontos, hiszen az örömtáncba bemutatták itt nekünk, hogy mozogni bizony fontos, szükséges, ezzel is az egészségünket tudjuk óvni, védeni. És mindenkinek szeretném megköszönni, hogy a mai napon itt van és részt vesz a munkában, az előadásokban is majd, hiszen nagyon sok-sok okos tanácsot kaphatunk arra, hogy mire figyeljünk oda, és hogy éljük az életünket, és remélem, hogy ez a hagyomány nem fog megszakadni, úgyhogy jövőre ugyanígy fogunk itt tudni találkozni. Dr. Évai Róbert, a Balcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatója kitért rá, hogy prioritást élvez az intézményükben a kezelések minőségének folyamatos javítása, különösen a cukorbetegek esetében, ahogyan a várakozási idő további csökkentésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Ebben nyújt jelentős segítséget a 17. kerületet ellátó egészségügyi létesítmény közelmúltban elindított új informatikai rendszere. Olyan új informatikai rendszer kerül november 1-től bevezetésre, ami véleményem szerint hozzásegíthet minket, minnyájunkat, hogy gyorsabban, hatékonyabban tudjunk az előjegyzési rendszerre fölcsatlakozni. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan jövőmutató elvárás, ami bízom benne, hogy mindenkit fog segíteni. Ami nagyon fontos, hogy először is tisztelettel köszöntöm azokat a szakmai előadókat, akik a mai napon megjelentek, és természetesen tudjuk mindjárt, hogy a diabétesz egy olyan betegség, amely nem egyedülálló, hanem érinti az egész szervezetet, tehát éppen ezért fontosnak tartom, hogy több szakma, több disziplina együttes gondolatát tudjuk most tájékoztatásként a jelenlevőknek prezentálni. Ez nagyon fontos. A diabétesszel élők számára elengedhetetlen, hogy körültekintőek legyenek mind az étkezés vonatkozásában, mind pedig a gyógyszerek megfelelő bevitelének tekintetében. Ezekben a témakörökben tartottak a meghívott szakorvosok a rendezvényen előadásokat a megjelentek számára. A programokról nézőink bővebb összefoglalót az Egészségmentén című magazinműsor november 15-i adásában láthatnak majd.